útjára indítok egy sorozatot, melynek a fő témája a kommunikáció. És ezen belül is az első téma az állatokkal való kommunikáció lesz. Igen sok embert foglalkoztat, vajon lehet-e beszélni az állatok nyelvén, vagy csupán puszta kitaláció az ebből készült filmek áradata. Egyértelmű, hogy lehetséges az állatokkal kommunikálni, de nem mindegy, hogy milyen állattal és miként beszélünk vele. Most fogadjátok szeretettel elsőként az alábbi gondolatokat, és próbáljátok meg nyitottak és ellazultak lenni a hallgatása közben, mert energiát is fog közvetíteni. A legtöbbek által ismert állat a kutya és a macska, de a kutya az, mely leginkább a köztudatban az ember barátjaként van számon tartva. Igen, bosszantó, ha felássa a kertet. Vagy élvezettel elrágja a papucsot, és hálája eléül vígan leszaggatja rólunk az ünneplőt, ha egy boldogságát óhajtja kifejezni, mikor megérkezünk. Mindezek ellenére olyan társ, melyet nehezen kapunk egy másik ember személyében. Nem lehetetlen, de általában egy másik emberrel, legyen az a szerelem, vagy a saját gyermek, meg kell küzdeni, úgymond, és folyton változni, alakulni, kompromisszumot kötni. Így is van ez jól, csak hát a kutya. Az más. Az állat. Társ, és ő az, aki alkalmazkodik hozzánk. Mindig, mindenben. Egy idő után a kert ásását is ránk bízza, sőt a ruhánkat se rángatja le, miközben rájön, hogy az rossz nekünk. De mindig, minden helyzetben imád, akármit csinálunk. Akármennyire fáradtak, nyűgösek, vagy szeretet hiányosak vagyunk. Ő ott van, ugyanolyan lelkesen, mint évekkel ezelőtt. Nem bánja a megszidót, ha kikap, de akkor is a nagy fehér isten vagy nekik. Nem lenne ezen érdemes elgondolkodni? Hol máshol van ilyen fajta önzetlen szeretet? Vajon véletlen, hogy itt vannak az állatok a közelünkben? Vajon csak azért, hogy megegyük őket? Miért kellene mindent azzal a szemmel nézni, hogy értünk küldték le őket? Miért nem lehet abból kiindulni, hogy elég nagy a föld ahhoz, hogy egymással békében éljen együtt több faj? Miért akar az ember mindenen uralkodni? De még maradjunk elsőként a kutyáknál. Tele van velük a menhely, és arra várnak, hogy gyógyítsanak téged, oldják a szeretett sebeidet, begyógyítsák szívedet és fényt, örömöt és nevetést hozzanak az életedbe. Miért nem mész ki és nézel az egyik kis árva szemébe? Kérlek, legalább egyszer tedd meg, és nem jössz haza üres kézzel. Nem indok, hogy nincs hely, mert van. Tudod, milyen kevés helyet foglal egy kutya? Igazodik mindenben hozzád. Megelégszik egy párnával a sarokban, vagy az udvaron egy saját kuckóval. Menj ki a menhelyre, és nézz a szemébe egynek. Azt már sokan hallottuk, hogy átveszi a kutya vagy macska a gazdája betegségét. Feláldozza magát, és helyetted dolgozza ki, amivel esetleg neked kellene megküzdened. De azt tudtad, hogy a teste egy igazi akkumulátor? Nekem ez újdonság volt első hallásra. Kimerült voltam, és kérték az égi segítőim, hogy menjek ki egy lovardába, és simogassak meg egy lovat. Bújjak hozzá, és figyeljek. Megtettem. Ahogy hozzábújtam, éreztem teste melegét, és a belőle kiáradó hatalmas energiát. Úgy éreztem magam tőlük, mint mikor a telefont rákötjük a töltőre. Teljesen feltöltöttem. De mivel nekem kutyám van otthon, és nem áll módonban lovardába járni naponta, ezért így tanítottak. Vidd ki a kutyádat a rétre, futtasd meg jól, játsszál vele. Majd mikor úgy érzed, eléggé felhevült a teste, búj hozzá, öleld át és érezd. Valóban, ugyanaz az érzés, mint egy pulzáló energiabomba, olyan a testük. Önként adják, hiszen segíteni jöttek, ezért vannak velünk. A kutya nagyon sok energiát képes átvenni az univerzumból, és ezáltal nagyon sok energiát képes is átadni az embernek. Ha kölcsönös a szeretet és a bizalom. Próbáld ki! Mikor az állatokkal való kommunikációról beszélünk, az alatt közel sem az öt érzékszervünkkel megfogható tapasztalást értem, hanem egy másfajta érzékelésről, a telepátiáról van szó. Természetesen lehet fogni a jeleket a hangokból, metakommunikációból és fizikai érzékszervek által felfogott jelekből is, melyeket az állatok felénk bocsátanak ki. De a telepatikus kommunikáció más, és mindenki egyaránt képes az elsajátítására. Nem igényel semmiféle képzést, mégis nagyon hatékony. Mindenki számára egyaránt kifejleszhető,
nemtől, kortól függetlenül. És az állatokkal a legkönnyebb. Ugyanis ők életük végéig ezt a fajta kommunikációt használják elsősorban, nem felejtik el, mint mi emberek, és így ők profi telepatikus nyelvtanáraink lehetnének, ha figyelnénk rájuk. Az állat is hasonló energia, mint mi, csak éppen nem olyan komplikált módon használja a bal egy fétekéjét, mint az emberek. Így ők jóval gyorsabban észlelik az energiákat, és jobban is hasznosítják őket. Mivel ők dominánsan a jobb agyféltekét használják, így nagyon érzékenyek az összes energiára, szándékra és érzésre. A megvilágosodás legmagasabb szintjén tudjuk, hogy mindannyian egyek vagyunk. Emberek, állatok, növények. Minden egy. A kvantumtudományok is alátámasztják már ezt. A világon minden kapcsolatban áll mindennel. A tér és az idő pedig a mai érzékelésünkkel nem valós, sőt nem is létezik. Amikor az emberek rájönnek és megbizonyosodnak róla, hogy minden állat a planétán ténylegesen gyógyítja az embereket, akkor arra is ráeszmélnek, hogy mit tettek eddig, és akkor fognak igazán tömegesen tenni értük. Most hadd adjak az állati kommunikációhoz egy ötletet. Tudjuk, hogy fénylények vesznek bennünket körül, angyalok és egyéb magasabb rendű létezők. Van, aki tudja, van, aki érzi őket, van, aki úgymond csak hisz bennük, és vágyja a jelenlétüket. De induljunk ki abból, hogy ők vannak. Tovább megyek. Minden élőlény körül vannak fénylények. Legyen az ember, állat vagy növény. Az állatok körül kis manocskák, koboldok és igazi harcos fénylények vannak. Bolondosan ugrálnak, kacagnak és fénylenek. Próbáltad már megnézni az állatok auráját? Ha pihen a kutyád vagy a cicád, és nem rád figyel éppen, figyeld őt közelről, kicsit elbambulva. Lassan elmosodik a kép körülötte, és átkerülsz egy másik idősávba. Ha tudsz ilyenkor a jelenben maradni, és megtartani a pillanatot minél hosszabb ideig, akkor elkezded látni az állat auráját, és szemed sarkából a kis villódzó fényeket. Esetleg, ha látásod a szellemi világban már éles, akkor a kis állatkákat és egyéb teremtményeket is. Idő kell hozzá, maximális nyugalom, béke és csend. De mi tartana vissza a gyakorlástól, ha éppen a kertben pihensz? A kommunikáció feltételei többek között a szeretet, a kölcsönös bizalom és a tiszta szándék. Az állatkommunikáció előnyei pedig, hogy mindenki számára nyugtató és gyógyító jellegű. Érzelmileg, testileg és mentálisan is egészségesebbek leszünk általa. Jobb kapcsolatot biztosít minden más teremtménnyel, és megértjük, miért is társaink az állatok. Ez az üzenet csak egy picinke betekintő az állatok világába, a velük való kommunikációba, de a jövő kulcsa is benne van. Az állatok nem csak miattunk jöttek, hanem ugyanúgy fejlődni, tapasztalni és egyensúlyban tartani a Föld atmoszféráját, melybe az ember birtoklást vágyától vezérelve belenyúlt, de jó keményen. Ebből fogunk mi kiszakadni, te és én, kik már látjuk, hogy miért is vannak itt. Ennek a világnak teljesen át kell alakulnia, negatív érzelem nem lehet benne. Az ember nem azért kapta a szabad döntésjogot, hogy Isten ellen forduljon vele, hogy teremtményét elpusztítsa vele. Élni jöttek az állatok is, ahogy mi. Élni és élni hagyni, legyen ez a bélyeg a borítékon, melyet esténként ima közben a jó Istennek írtok. Ne csak magatokért imádkozzatok, hanem vegyétek bele őket is, kik nagyon szenvednek már az ember uralmától. Hidd el, meghálálja magát, ha imádkozol és kéred a természet egyensúlyát.